1997-ben a Diákolimpián voltunk, és ott láttam meg először Imit. Oda érkeztünk, én később mentem oda, este 7:30-ra értem oda. Imi már ott volt hamarabb, a mérlegelést, ilyesmit, a hivatalos procedúra lezajlott. És mondom neki, hogy hát én amatőr bandást föltekertem már 100 000-et, de profit még nem láttam egyet se. Aztán hívtunk egy jó embert, és akkor az megmutatta, hogy hogy kell. Hát abban én is kezdő vagyok még, de majd belejövünk. Feltekertük a bandást, lepecsételték neki, hozták az új kesztyűit, felvettük, és elkezdtünk ütögetni vele. Mielőtt oda nem mentünk, itt már fölépítettünk egy közösen egy taktikát. Mondtam neki, hogy 10 menetre kell berendezkedni. Arra nem szabad adni, hogy bemegyünk, aztán 5. vagy 6. menetbe, majd mi kiütjük az ellenfelet, mert ez nem olyan egyszerű. Ha már majd jobban szinkronba jövünk, akkor majd menni fog, de addig még nagyon sokat kell gyakorolni, meg dolgozni, és fizikálisan neki erősödni. Mondtam neki, hogy az első 3 menetben egyes tisztaütésekkel dolgozzon, próbáljon meg minél több pontot szerezni, jobb kezeket húzza meg, és mindig rákészülnek, mert Imi állandóan a jobb horgot ütötte. Egyetlen egy jobb horgot nem engedtem neki ütni. Hiába tették föl a két kezeket, mindig az egyenes és a felütés ment. És az egyenessel és a felütésekkel megleptük, sőt kikezdtük neki a fedezékit, és amikor 3. menetben ott megfogta egyszer, ráugrott, hát ott be lehetett volna fejezni, ha nem futtába csinálja a dolgot, hanem beleáll az ütésekbe és keményen meghúzza, na de mindegy, ment tovább, és akkor mondtam neki, hogy elkövetett olyan hibákat, hogy fejelt, tenyerest ütött, nem úgy jött ki a ritmus, ahogy azt elképzeltük, nem ütötte azokat a begyakorolt figurákat, amelyeket együtt gyakoroltunk be. Igen, hát nem is mehet az éj, mert 1 hónap alatt 8 év munkáját nem lehet csak úgy elfelejteni. És azt figyeltem meg, hogy amikor elkezdett fáradni, visszajöttek a régi hibák. Azok a hibák, hátra tette alá a jobb lábát, beleesett a jobb kezivel az ütésbe, ütött 1-2 tenyerest, és bizony-bizony nem úgy ütötte azokat az ütéseket, ahogy azt illett volna, nem állt bele az ütésbe, az volt a lényege neki. Amikor eljött egy holdpontja neki, a 7. menet, ott láttam, hogy megbillen egy kicsit, és amikor kijött a sarokból, vagy sarokba, akkor mondtam neki, hogy hogy érzed? Persze, hogy azt mondja, jó, 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 érzem. Mikor a 9. kijött, mondom neki, hogy ugyanígy tovább, nem szabad erőlködni, boxold végig, mert egyszer a 10 menetet is meg kell szokni, ahhoz, hogy 12-t tudjál majd később boxolni. És mondom a 9. menetben neki, mondom, Imikém, most már majd 3-akat üssél. Olyan jót nevettem neki, azt mondja, ha bírnák. És itt kellett átsegíteni egy kicsit a holdponton, mondtam neki, hogy bírod te, hogy ne bírnád. Itt van az utolsó menet következik most már, mikor 9-ből kijött, na mondom, felszabadultan, ami belefér. Elejétől az utolsó percig tessék nyomni és hajtani. És bizony-bizony sajnálom, hogy a legutolsó másodpercbe ütötte le. Ha még van egy 15-20 másodpercünk, akkor be tudjuk fejezni, mondjuk rá az lett volna neki igazi nagy csattanója, de én nem is bánom, hogy nem úgy sikerült, mert legalább akkor ő is még nagyobb energiát fektet a dolgokba, és még jobban odafigyel majd az embernek a munkájára, amit kér tőle. Nem tudjuk, ki az ellenfél. Magas, alacsony, verekedős, vívós, fogalmunk nincs. Azt majd ugyanúgy, mint amatőrben, ott látjuk meg. Úgy lehet majd rá készülni, hogyha kapunk róla egy videót, megnézzük, és akkor én különben ezt az ellenfelet is
mobiltelefonról láttam, hogy hogy boxol. Mikor megláttam, azt mondtam, nem lesz könnyű, de simán megoldható. Vandi bácsi, azt tényleg mondhatom azt, hogy elismerés, mondom most kvázi fejet hajt az amatőr pályafutásom előtt, ami eredményt elértem, de viszont nem foglalkozik vele, és ugyanúgy megtapos engem is minden nap edzésen, akár a kezdő vagy éppenséggel haladó fiúkat. Talán még nálam nagyobb a követelése is. Mondom, ez mind szép és jó, hogy elismeri, hogy mik azok a tényleg a dolgok, amiket elértem ebbe az életbe, de nem foglalkozik vele, és ezért tartom egy jó edzőnek, mert mindig a jobbra és jobbra törekszik, nálam is. Ugyanúgy kiértékeltük már ugye a magyar bajnoki mérkőzésemet is, levontuk a pozitív dolgokat, levontuk a negatív dolgokat, ezen dolgozunk, hogy ezt kijavítjuk, és már ugye neki is kezdtünk, ugye ezért vagyunk itt Szolnokon, már neki is kezdtem a következő gálán felkészülésnek, ez november 15-én lesz Tatabányán, ahol nagyon örülnék neki, hogyha minél több ceglédi barátszurkoló el tudna jönni, tényleg mindenkit szeretettel várok. És az edzéseket azt viszont úgy oldjuk meg, hogy általában minden nap itt vagyok, ha esetleg valami közben és nem tudok átjönni Szolnokon, akkor viszont egyénileg otthon én oldom meg azokat a feladatokat, amik rám vannak bízva. Ezek többnyire állóképességi feladatok, futás, erősítés, ilyen dolgokból áll össze. A szakmai része az csak ebbe a terembe zajlik. Hát teljes mértékben ugye támogat a családom, és mondhatom, hogy tényleg szerencsés családi háttérre vagyok megáldva, mert a pályafutásom első kezdetétől kezdve teljes mértékben rám volt hagyva, hogy csinálom ezt a sportot, vagy nem. Ha nem volt kezem edzésen, nem mondták, hogy na most kötelező, menjél, merre ezt vállaltad. Soha nem tették kötelezővé. Úgy is voltak vele az elején, hogy ezt is megunom, ugye, mint a labdarúgást meguntam, vagy a többi sportot, amit ott hagytam. Hála Jóistennek nagyon szerencsés családi háttérrel rendelkezek. Egy, mondom, mindenhez alkalmazkodó párom is van, ugye, ez mellé párosul, ami elengedhetetlen, ugye, azért egy ilyen sportoló életében, hogy azért a családi körülmények azok mindig rendezettek legyenek.